új spórolási lehetőséggel számolhatunk januártól, mellyel több száz forinttal több is maradhat a tárcánkban. Az e-hulladék leadása után járó kedvezményről megszületett jogszabály kötelezi a gyártókat, hogy visszavegyék az elhasználódó elektromos készülékeket és levásárolható kedvezményt nyújtsanak cserébe. Az egyik fő feltétele a visszavételnek az, hogy a gyártók rendelkezzenek üzletükben hasonló termékkel. Az elsőre nagyon kedvezően hangzó ajánlatot érdemes lehet jobban szemügyre venni, és megnézni, milyen korlátozásokkal is jár. A kedvezmény csak az elektronikai hulladék leadása napján és helyén lehet igénybe venni. A másik fő kritérium, hogy egy termék vásárlásához csak egy leadott hulladék utáni engedményt lehet felhasználni. Hiába pakoljuk fel egy teherautóra az összes nagymama elhasználódott háztartási eszközét, az azok után járó kedvezményt nem lehet mind levonni egy új hűtőszekrény árából. Nem lehet ettől a lehetőségtől profitra szert tenni, mivel csak vásárlásért cserébe lehet igénybe venni a kedvezményt, de hozzásegít pár száz forint megtakarításához, ha egy új mosógépet akarunk beújítani.